Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Artemis részére. Kedves Artemis, köszöntelek téged, ez a te videód, és itt megnézzük ennél a jóslásnál, hogy mi az ő terve. Az ő jelenlegi helyzetét ez a király mutatja. Ez a király itt uralkodik a levegő eleme felett. Neki kell a szabadság érzete, neki kell a könnyűség, de a levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt is. Ő beszélni szeretne veled, de mivel látod itt a tartását, ő vár arra, hogy te jelentkezz nála, tegyél fel kérdéseket, mert ő szeretne veled tisztázni valamit, és ő fog hozni fontos döntéseket. A második kérdés az, hogy mi a terve, ezt itt ez a kártya mutatja. Ez egy ünnepség, egy ilyen családi ünnepség, mindenki olyan vidám és kedves, így látható a képen. Viszont a 9-es szám itt korlátozásokra utal. Az azt jelenti, hogy kifele ő mindig olyan vidám, úgy tesz, mintha nála minden rendben lenne, viszont vannak korlátozásai is. Előfordulhat az is, hogy ő vágyik arra, hogy legyen egy ilyen családi kapcsolat, ez a vidámság, ez a könnyűség, de vannak belső korlátozásai. Mi áll a középpontban? Azt ez a lovas férfi mutatja, a kezében van ez az arany kehely, és az szimbolizálja az ő érzelmeit. Ő jönni akar hozzád, ki akarja mutatni az érzelmeit, de jelen pillanatban van ez a várakozó tartása. Ez a hölgy a háttérben milyen szerepet játszik, azt mutatja itt ez a medve, és az szimbolizálja az erőt, vagy a testi kapcsolatot. Az előfordulhat, hogy ő segített neki, vagy fordítva, vagy volt köztük egy testi kapcsolat, ez erősítette a férfiasságát, a magabiztonságot, viszont nem látok itt egy szerelmi kapcsolatot. Mi változik? Mit akar változtatni? Az mutatja ez a kártya, a 4-es szám azt jelenti, hogy nála fontos a biztonság érzete. Nem csak az anyagi biztonság, hanem biztonság a párkapcsolat területén. Ő szeretne beszélni veled, és ez a könyv mutatja a titkokat, de így nyitott ez a könyv, tehát a nyitottan akar mindenről beszélni veled, a problémákról is. Mi az, ami kettőtöket összeköt, azt mutatja ez a főpapnő, és ez az írás, ez a dokument utal egy nagyon fontos könyvre, a Sors könyvére. Oda be van minden írva, az azt jelenti, hogy kettőtök között ez egy sorsdöntő kapcsolat, vagy egy kármikus kapcsolat. Gyakran utal arra, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életetekből, és most volt egy ilyen új találkozás, amit ő is mondott neked kezdetben, hogy ő úgy érzi, ti ismeritek egymást
évek óta. Milyen szerepet játszik ez a hölgy? Ezt megválaszoltam itt, ennél a medvénél, de megnézzük még egyszer, hogy hogyan tovább visszatér-e ő, vagy mik a hölgy tervei. Ezt mutatja itt ez a kettő kártya. Ez a férfi őt szimbolizál. És keres egy kiutat, vagy keres egy új utat, egy új lehetőséget. A hetes szám az a hold energiájával áll összeköttetésben, és az mutatja az ő álmait, a reményeit. Ez a hölgy itt van a háttérben, mert ez a kígyó ezt a hölgyet szimbolizálja. A szerelmet hátat fordít neki, észre sem veszi, hogy mi van a háttérben, de ez a hölgy figyeli őt. Tudni akarja, hogy ő milyen lépéseket tesz a következő hetekben, hónapokban, tehát figyeli az eseményeket. A nagy szerelmed, hogy áll ehhez a hölgyhöz, ezt mutatja a ravasz róka. Neki nincs jó véleménye erről a hölgyről, mert ez mutatja ezt a ravasságot, nem csak azt, hanem a hamisságokat és a hazugságokat is, és itt lopásról is van szó. Nem tudom, mennyire ismeri ezt a hölgyet, de nincs jó kapcsolatban vele. Ő ezt már lezárta, ő hátat fordít neki. És hogy áll hozzád, azt mutatja itt ez a kártya. Ez a kép itt a középpontban jelenti, te állsz a középpontban, az ő gondolataiban, az ő érzelmeiben, de ő várakozik, mert itt van a négy elem, a tűz eleme, a víz eleme, a föld eleme, a levegő eleme, és az mutat irányt is. Azon kívül az évszakokat, a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, és az pontosan egy év. Tehát ő úgy tervezi, hogy egy éven belül kialakul közöttetek egy tartós kapcsolat. Ez a kör, ez lehet egy gyűrű is. Ez, amit én érzek most ennél a kártyánál. Mit tudsz tenni, azt mutatja itt ez a kép. A nulla az nem azt jelenti, hogy itt nincs semmi, hanem azt jelenti, hogy legyenek terveid, gondolataid, de ne mutasd ki. Mindig gondolj arra, egy lépést előre, kettőt hátra. Mert ha túl sok érzelmet mutatsz, akkor előfordulhat, hogy ő visszahúzódik. És hova vezet ez a kapcsolat? Ez a főpap itt írásba adja neked, és esküszik arra, hogy köztetek van egy kármikus kapcsolat, egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. És most megkérdezem az ingát, szeret ő téged, kialakul itt egy tartós párkapcsolat, igen, nem, vagy talán. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged, és kialakul egy tartós párkapcsolat. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, nem, ő ezt lezárta. Amennyiben az inga megáll, akkor jelen pillanatban megállnak az események, és még minden olyan bizonytalan.
az Inga válasza, először még megállnak az események, neki vannak problémái, de lassan-lassan egyre inkább közeledik hozzád, és kialakul egy tartós párkapcsolat, mert ő szeret téged. Az ő terve, hogy egy éven belül így komolyan összejöjjetek. És most áttérek az asztrológia területére. Kedves Artemis, most megnézzük, mit közölnek a csillagok, és bepillantunk mindkettőtök horoszkópjába az indiai számítás szerint. Ehhez hozzá kell tennem, hogy az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, viszont ez egy precíz számítás, ugyanaz, ahogy az asztronómusok is kiszámítják. Először betekintünk a te horoszkópodba. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, a nyilas jegye kelt fel a keleti határon, mint egy nap kelte. Ez azt jelenti, ez a te aszcendentusod, és a nyilas az elkísér téged születésedtől az életed végéig. Befolyásolja a külsődet, a fellépésedet és a személyiségedet. A nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik. Ez utal a bátorságodra, arra is, hogy lelkes vagy, és mozognak nálad az események. A nyilas jegye kapcsolatban áll külfölddel, utazásokkal, de ez az út lehet egy belső út is. A nyilas hajlamos arra, hogy arra gondoljon, hogy van valami szebb, van valami jobb, és itt oda kell figyelni az irányra. A nyilas jegye mutat egy irányt, és az a központ a mi galaxiánknak a központja, a tejútnak a központja. Spirituálisan ez az energia mező mutatja a mi kívánságainkat és vágyainkat, az álmainkat. Ez az út, amit a nyilas jegye mutat. Ha te lelkesedsz valami iránt, vagy valaki iránt, és az pontosan az, amiről te álmodozol, akkor megvan az irány. Itt fontos ebbe az irányba tekinteni. Itt a nyilas jegyében, az első életházban van nálad két tó, a lefele mozgó holdcsomó. Ez utal egy kármikus útra, egy útra, amit ismersz, mert ez mutatja mindazt, amit átéltél a korábbi életedben. Az ő horoszkópjában ez a lefele mozgó holdcsomó kétó szintén a nyilas jegyében van. Nem tudom, hogy melyik életházban, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Ami még fontos, hogy megemlítsem, hogy ez a holdcsomó mozog, és jelenleg itt van a nyilas jegyében, itt marad még októberig, ez év októberig. Így nálatok most van egy ilyen kármikus téma. Nálad az kihat a te személyiségedre. Nem csak ez a lefele mozgó holdcsomó van jelenleg a nyilas jegyében,
hanem Jupiter bolygó és Plutó bolygó is. Őszig még visszatekintő, aztán lesz egy fordulat. A Jupiter bolygó ad neked lehetőségeket, hoz szerencsét, Plutó bolygó pedig utal a párkapcsolatra, a szexuális témákra, de azon kívül Plutó közöl még valamit, ez a belső erő, hogy higgy magadban, vagy higgy benne, higgy ebben a párkapcsolatban. A második életházban vannak az anyagi dolgok, az értékek, a belső értékek is, és itt az a fontos, hogy higgy magadban, higgy a te saját értékeidben. Itt a második életházban van a te horoszkópodban a bak jegye, itt található nálad a hold és egy visszatekintő Szaturnusz bolygó. Ez a visszatekintés a múltadra utal, kármikus témákra. Szaturnusz az tanít téged valamire, mégpedig arra, hogy legyél tisztában azzal, hogy mit tudsz nyújtani, mik az értékek, és légy tisztában a saját értékeiddel. Te fontos vagy neki, és ő értékel téged, higgy ebben. Azon kívül, mert itt anyagiakról is szó van, vigyázz a pénzügyi dolgoknál. Jelenleg itt mozog Szaturnusz bolygó, visszatért ugyanarra a helyre, ahol nálad a születési horoszkópodban volt, amikor te megszülettél, és kihat a kettes életházra, ahol anyagiakról van szó, ahol értékekről van szó, és tanít téged. Nem csak az értékekre hat ki, hanem a holdadra is, mert a te holdad itt található a második életházban, a bak jegyében, itt anyai témákról van szó, és az érzelmeidről van szó. És nem szabad elfelejtenünk az értékekről is, mert ez a második életházban van. A harmadik életházban van az élet iskolája, de utal képzésekre is. Itt található nálad a vízöntő jegye. Az azt közli veled, hogy neked jó ötleteid vannak, te nagyon okos vagy, azon kívül könnyen, lelkesen tanulsz, és ami a személyiségedet illeti, ezt is meg kell, hogy tanuld, te különleges vagy. Nem olyan, mint mások. Itt, ebben az életházban, a vízöntő jegyében nálad nincs bolygó. Az ő horoszkópjában Szaturnusz bolygó az a vízöntő jegyében áll. Mivel Szaturnusz bolygó leckésztett bennünket, neki ezt meg kell tanulni, ugyanazt, mint neked, hogy ő is különleges. Neki is vannak jó ötletei, és kell, hogy megvalósítsa. A negyedik életház az a legmélyebb pont a horoszkópban. Én ezt összeszoktam hasonlítani egy fával, itt van a fának a gyökere. Itt érezzük azt, hogy igen, itt legyökereztünk. Ez utal az otthonunkra. Ez a negyedik életház
ez az alap, és erre az alapra kell, hogy építsük fel az életünket. Nálad itt a negyedik életházban van a halak jegye és Jupiter bolygó. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik. A víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Erre kell, hogy alapozz. De mit érzel? Vannak itt félelmek, akkor elveszíted a talajt a lábad alól. Viszont ha bízol önmagadban, bízol a szerelemben, bízol benne, meg a jövődben, akkor megvan ez az alap. És erre felépítheted a párkapcsolatot, de kihat más életterületre is. Itt a halak jegyében kettő hal van. Az egyik hal mutatja a félelmeket, az minden olyan bizonytalan, nem bízik magában. A másik hal mutatja a kiutat. Önbizalom. Hisz abban, hogy minden jóra fordul. Bízik az életben. És ez kell számodra, mert ez hoz neked szerencsét. Itt található Jupiter bolygó. És Jupiter bolygó az megajándékoz bennünket, szerencsét hoz. Azon kívül Jupiter bolygó uralkodik a halak jegye felett, itt otthon érzi magát. Ez a négyes életház utal az otthonodra is. Jupiter bolygó szerencsét hoz neked, hogy minden jól alakul, ami a lakással vagy az otthonoddal kapcsolatos. Jupiter megnagyobbít valamit, és az arra utal, hogy nálad lesz itt szerencse, mert eléred azt, amit te úgy tervezel az otthonodat illetően. Az ötös életházban vannak a gyermekek, és ami gyermekkori emlékeink. A gyermekek tanítanak bennünket valamire, hogy játszadozzunk az életben, hogy ne játsszuk el az életünket. Nem minden helyzetben előnyös, viszont az jó, ha a szabadidőnket ki tudjuk használni, ha bizonyos dolgokat másképp látunk, és éljük ezt a könnyűséget. Ez az ötös életház, ez olyan, mint egy színház. És te játszod itt a főszerepet, de a játszadozva kell ezt tenni. Nálad itt van a kos jegye, mivel ez utal a gyermekkorodra is, és a kos jegye gyakran harcokat jelent, ez nem volt neked egy könnyű időszak. Itt az ötös életházban, a kos jegyében nincs bolygó a te horoszkópodban. Viszont jelenleg itt mozog Uránusz bolygó az indiai számítás szerint, és Mars bolygó. Itt lesznek változások, itt érzed az erődet, viszont Mars bolygó utal erre a férfira. És most fontos, hogy bizonyos dolgokat könnyen játszadozva tekintsetek meg. Az ő horoszkópjában egy visszatekintő Jupiter bolygó a kos jegyében található. Nem tudjuk, hogy melyik életházban, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Ez a Jupiter bolygó visszatekintő nála, tehát vannak kármikus témái. Jupiter bolygó mutatja a belső nagyságot.
mivel neki itt vannak emlékei, és ez a visszatekintő Jupiter bolygó nem csak a múltra utal, hanem így visszadobja őt, tehát ő nincs tisztába azzal, hogy milyen értékei vannak. Nincs tisztába az ő belső nagyságával. Itt a kos jegye egy kihívás, neki bátornak kell lenni, az is lehet, hogy kifele mutatja ezt a bátorságot, a férfiasságot is, mert a kos jegye felett Mars bolygó uralkodik, tehát utal a férfias erőre, viszont belülről ezzel nincs tisztába az ő saját értékeivel, ő olyan kicsinek érzi magát. Amennyiben ő hisz a saját értékeiben, az ő belső nagyságában, több szerencséje lesz az életben. Jupiter az mutat igazságtalanságokra is, mivel nála Jupiter visszatekintő, és ez a múltjával áll kapcsolatban, az arra utal, hogy a múltban sok igazságtalanság történt vele. A hatodik életházban van a munka, meg az egészségügyi témák. Itt nálad a bika jegye, az utal arra, hogy kényelmes. Azt is jelenti, hogy szükséged van a nyugalomra, a munkahelyi környezetedben. A bika jegye gyakran pénzügyi dolgokra utal, vagy ingatlanokra, ez lehet egy terület, ahol dolgozol. A másik, ahol te kibontakoztathatod a tehetségedet, az egy kreatív munka, mert Vénusz bolygó uralkodik a bika jegye felett, és az utal a kreatív munkára, a szépségre, de a nyugalomra is. Amennyiben nem így van, és valaki zavar téged a munkahelyen, vagy van egy kihívás, és nem tudod élvezni a munkádat, akkor az kihat az egészségedre, mert ez betegít téged. Itt a hatodik életházban nincs nálad bolygó. A hetedik életház az a párkapcsolatra utal, itt van nálad az ikrek jegye. És itt az ikrek jegyében a te napod, Merkur bolygó, Vénusz bolygó és Ráhu a lefele mozgó holdcsomó. A nap arra utal, hogy ez az életterület számodra fontos. És ez a párkapcsolat. A nap utal apai témákra is. Itt található Merkur bolygó, az segít abban, hogy kapcsolatok legyenek, jó beszélgetések, mutatja az intelligenciádat, de a párod is kell, hogy okos legyen, okos döntéseket hozzon, vagy hogy legyen jó kommunikáció köztetek. Vénusz bolygó is itt található az ikrek jegyében, a hetes életházban, és Vénusz bolygó a szerelem bolygója, itt jó helyen van a párkapcsolat területén, így szépen alakulnak a dolgok. Vénusz bolygó mutatja a te nőiességedet, itt kibontakozik minden, azon kívül Vénusz bolygóhoz szerencsét is. Itt a hetes életházban az ikrek jegyében van nálad Ráhu, a felfele mozgó holdcsomó. Ez egy kármikus út, amit a lelked kiválasztott, mert szüksége van rá,
de ezen az úton te még nem haladtál, itt minden ismeretlen. Meg kell, hogy ismerd. Az ő horoszkópjában ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhu szintén az ikrek jegyében van. Nem tudni, melyik életházban, de az ikrek jegyében. Ami érdekes, hogy ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhu mozog, és októberig itt van az ikrek jegyében nálad a hetes életházban, kihat a párkapcsolatra, kihat a nőiességedre, kihat a szerelmi élet területére, és itt vannak kármikus témák. Egy új irány, egy új lehetőség kettőtök között. A nyolcas életházat halálnak nevezzük. Természetesen lehet egy haláleset vagy örökösödési ügy is, de ez inkább arra utal, hogy be kell fejezni valamit az életünkben. Mindig vannak olyan szituációk, hogy meg kell, hogy álljunk, átgondoljuk a tényeket, átgondoljuk azt, hogy mi fontos számunkra, mit kell megtartani, mitől kell elbúcsúznunk. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, tárgyak vagy helyek, és ez a nyolcas életház megtanít bennünket arra, hogy néha kell egy szünet, hogy átgondoljunk mindent. Mi fontos számunkra, és mitől búcsúzzunk el, vagy kitől búcsúzzunk el. Ez a nyolcas életház utal hivatalos dolgokra is. Itt mindig pénzről van szó. Ez lehet egy bank, vagy adóhivatal például. Ami még a nyolcas életházhoz tartozik, az a szexuális kapcsolat. Itt nálad, a te horoszkópodban, a nyolcas életházban a rák jegye található. A rák jegye a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. A rák jegye utal családra, egy otthonra is. Itt a nyolcas életházban inkább egy ilyen belső otthont mutat. Egy ilyen belső helyiséget, olyan, mint egy tempel, amikor te meditálsz, akkor itt belépsz ebbe a helyiségbe. És ez szent számodra. Ez segít abban, hogy megtaláld a belső nyugalmadat. És a meditáció útján vannak elképzelések is. Mit szeretnél megvalósítani? Ebben bízz. Ami ebben segít, azt őrizd meg. Ami zavar, attól búcsúzz el. A nyolcas életházban a rák jegyében nincs bolygód. A kilences életház utazásokra utal, külföldi kapcsolatokra. Ez az utazás lehet egy belső út is. Itt van nálad az oroszlán jegye. Ebben az életházban az oroszlán jegyében van a Mars bolygód, Uránusz bolygó és Plutó bolygó. Mars bolygó mutatja az erődet, ez lehet egy belső út is, tehát ezáltal felfedezed a belső értékeidet, a belső erődet, viszont Mars bolygó jelenti a társadat, a lelki társadat is,
mert ez a férfiasságot, a férfit szimbolizál az oroszlán jegyében. Kell, hogy feltekints rá, és kell, hogy ez a férfi magabiztos legyen. Az ő horoszkópjában az ő Mars bolygója szintén az oroszlán jegyében van, tehát ő pontosan az a férfi, akiről te álmodozol. Itt található mindkettőtöknél Uránusz bolygó, az jelent ilyen különleges kapcsolatot nálad, különleges külföldi kapcsolatokat vagy utazásokat. Uránusz bolygónál gyakran vannak változások, az kihat az életedbe, hogy egy utazás által vagy külföldi kapcsolatok által valami változik az életedben. Plutó bolygó mutatja, hogy mennyire fontos, hogy ide néz, ez a központ, koncentrálj erre a területre, hogy nála melyik területen hat, azt nem tudjuk, mert nem tudjuk hány órakor született. A 10-es életház az a legfelsőbb pont a horoszkópon, az mutatja nyilvánosságot, a hivatást és a célokat is. Itt van nálad a szűz jegye. A szűz jegye az a föld eleméhez tartozik, és az mutatja a reális dolgokat. Azt jelenti, hogy te nem álmodozó vagy, hanem szeretnéd elérni a céljaidat. Mivel itt hivatásról is szó van, itt a 10-es életháznál, a szűz jegye gyakran utal az egészségügyi területre. A 10-es életház az mutatja a nyilvánosságot, de a szűz jegye nem érzi jól magát ebben. A szűz jegye inkább visszahúzódó, ez utal a te személyiségedre természetesen. A te horoszkópodban itt nincs bolygó, viszont az ő horoszkópjában itt található Vénusz bolygó. Neki ez az elképzelése, az ő szív nője legyen inkább visszahúzódó, olyan szűzies, kedves, tiszta lelkű, mert itt érzi a gyógyító erőt. És ennél a szűz Vénusz bolygónál nem a szexuális témák állnak a középpontban, hanem az ártatlanság. És ő ezt így látja, ő ezt így szeretné átélni, ezért nem akarja ezt az ártatlanságot, ezt a tisztaságot megsérteni. A 11-es életházban vannak a barátok, ismerősök, de a vágyak is. Itt található a te horoszkópodban a mérleg jegye, és egy visszatekintő Neptun bolygó. A mérleg jegye az nagyon kellemes, és ez, amit te keresel a baráti körben. Viszont ha csalódások vannak, és ez előfordulhat, akkor visszahúzódsz. Nem mered kimondani azt, amit szeretnél, mert nem akarsz senkit megbántani. Neptun bolygó visszatekintő, itt gyakran kármikus témákról van szó. Neptun mutatja az álmokat, de azt is, hogy sokan közelednek hozzád, és mesélnek valamit. Azon álom szép, de a kérdés az, hogy ez hazugság, vagy a valóság. Mivel itt
számodra fontos a baráti kör, és hogy minden olyan kellemes legyen, hajlamos vagy arra, hogy hiszel ezekben a szép szavakban, és ha nem így van, és mások kihasználnak téged, ez csalódásokhoz vezet. Emiatt kialakul nálad az az érzés, hogy nem bízol mindenkiben, mert a korábbi években, az ifjúságodban gyakran csalódások értek, ami a barátokat, barátnőket illeti. A 11-es életház mutatja a reményeket és a vágyakat is, a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot, ez a te álmod, és ez megvalósítható. És a párkapcsolat területén nem lesznek csalódások, bízz ebben, bízz az álmaidban, higgyél ebben. Ezt mutatja Neptun bolygó, viszont ami a baráti kört illeti, ott legyél óvatos. Az ő horoszkópjában a nap és Neptun bolygó szintén a mérleg jegyében található az indiai számítás szerint. Ő szereti a szépet, a kiegyensúlyozottságot, de nehezen hoz döntéseket, mert a mérleg hajlamos arra, hogy mindent átgondoljon, mérlegeljen. A 12-es életházban vannak a titkok. Mindaz, ami olyan titokzatos, a 12-es életházhoz tartozik. Kármikus témák is. A te horoszkópodban itt található a Szkorpión jegye, de nincs bolygó itt ezen az életterületen. A Szkorpión jegye a víz eleméhez tartozik, itt érzésekről van szó, emlékekről, kármikus témákról, fontos, hogy áttedd magad a félelmeken, és bízz a jövőben, éld a szeretetet, higgy ebben a párkapcsolatban. Az ő horoszkópjában a Hold és Merkur bolygó a Szkorpión jegyében található. A Hold az utal az ő édesanyjára, utal az anyai témákra, azon kívül a Hold uralkodik az ő érzelmei felett. És itt a Szkorpión jegyénél mély érzésekről van szó, de nem csak az érzelmek, hanem szexuális témák is ide tartoznak, mert ez a Szkorpión eleméhez tartozik. Visszatérve a Vénusz energiára, az ő horoszkópjában Vénusz bolygó a szűz jegyében van, az utal az ártatlanságra. A lelki dolgok, a mély érzések, a Hold energiája viszont a Szkorpión jegyében van, ami testi kapcsolatra utal, neki ezt összhangba kell, hogy hozzon. Itt az ő férfiasságáról van szó, az ő Mars bolygójáról, és az ő Mars bolygója az oroszlán jegyében van, neki kell az elismerés, és vele szemben található Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében, és Szaturnusz bolygó megleckészteti őt, itt tanulnia kell valamit, de Szaturnusz bolygó nem csak megleckésztet bennünket, hanem itt vannak korlátozások. Különösen a gyermekkorban, az ifjúságban.
később, idősebb korban Szaturnusz másképp hat, és segít abban, hogy itt minden jól alakuljon, magabiztos legyen a párkapcsolat területén, érezze a biztonság érzetét, vagy legyen magabiztos. Kedves Artemis, így tudtam megválaszolni a kérdésedet, mi az ő terve veled kapcsolatban, ez időkérdése, légy türelmes hozzá, vannak kármikus témáitok, és ez a hölgy a háttérben nem játszik szerepet nála. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!